Hol készítsek szent fiamnak puha meleg ágyat? Vagy talán az emberek között szállást nem találhat? Az adventi várakozás időszakának utolsó előtti ünnepi gyertyagyújtásán ismét zsúfolásig megtelt a fehérvári püspökség adventi udvara. A ünnepség a Pázmándi Szent Gellért általános iskola gyermekeinek adventi műsorával kezdődött. Az evangélium részletét Ugrics Tamás pasztorális helynök olvasta fel, majd Spány Antal megyespüspök gondolatai az Istentől kapott örökkétartó örömről szóltak. A főpásztor keresztelő Szent János történetét osztotta meg a hívekkel azt a hitet, amely örömet hoz, ami nem kívülről kapunk, hanem bennünk születik. Ez a gyertya ebben a világban, amely sokszor sötétnek tűnik, nyomasztónak, örömtelennek, ahol sokféle veszélytől félünk és aggodalom tölti el a szívünket, amikor mindig rossz híreket kell hallgatnunk, ebben a világban az adventi gyertya harmadik rózsaszín gyertyája, amikor föllobban, akkor egy másfajta örömet, másfajta reményt, másfajta biztonságot hirdet. Advent harmadik vasárnapján a Városház téren Burján Orsolya vezényletével a Sing for Joy kamarakórus koncertjét hallgathatták meg az ünneplők. Dalaik az örömről szóltak, és Szűz Máriát dicsőítették, aki megszülte a fiút. Az előadás után Székesfehérvár adventi koszorúján a harmadik gyertyát Brunner Vilmos lelkipásztor és Bóka Viktor címzetes jegyző gyújtotta meg. A harmadik gyertyát gyújtjuk, ami mindig különleges. Ugye tudjuk, hogy az advent színe a lila, minden másik gyertya az adventi koszorún lila, ez az egy azonban rózsaszín. Rózsaszín, amiért az öröm jele, öröm, amiért Jézus Krisztus eljövetele immáron közeleg, illetve hívják ezt a napot öröm vasárnapnak, azaz Gaudete vasárnapnak is. A Gaudete vasárnap jelentése örvendjetek, az öröm vasárnap megtöri a szigorú adventi bűnbánatot, és emlékeztet rá, hogy közeledik Jézus eljövetele. Brunner Vilmos adventi gondolataiban az öröm kapcsán hangsúlyozta a remény, hogy Jézus érkezése megváltoztatja a gondokkal terhelt világot. Jézus letette és odaadta az életét az eltévedt gyermekeiért, hogy feltámadás legyen ott, ahol eddig csak halál volt, hogy békesség legyen ott, ahol eddig harc és ellenségeskedés uralkodott, hogy megbocsátás legyen ott, ahol eddig harag és sötétség honolt. A hagyományokhoz hűen a Városháza ablakából ezúttal is megszólalt egy adventi dal Tóth Boróka előadásában, amely bizonyosan megérintette és megerősítette hitében az ünnepre készülőket.